És hát a kajakozásban nőttem föl. Az is tulajdonképpen egy csoda lehetett, hogy én roppant ügyetlen, ilyen kövérkés kisgyerek voltam, és mégis megragadtam ott, és jöttek az eredmények, és ez az az evezés, ami rendbe tette az én gyerekkoromat, meg az ifjúkoromat, mert amit csináltam mellette, az összerendezte a folyamatos edzés. És ez segített végig, kvázi mind a mai napig, hogy magamba elrendezzem a dolgokat. Ezt a lehetőséget az ember nem szalaszthatta el, és akkor ugye lejöttem 3 hónapra, és ez a munka itt marasztalt, és hát ugye ezt a munkát be is kellett fejezni, és végig kellett vinni a kivitelezésnél és a tervezői művezetést. Szóval van olyan építész, aki elvégzés, elmegy most már akár külföldre, és szerintem olyan építésznek is kell lenni, aki nem azért, mert hogy otthon érzi magát, hanem azért van egy elkötelezettség az embernek, hogy amit tanult, azt vigye haza. Nagyon nagy öröm, hogy ez a piac már 10 éve működik, és úgy működik, ahogy annak idején megálmodtuk. Az egyik hatalmas dolog, ami még itt állva tartott engemet, hogy a korombeli barátaim nagyszerű építészek, és hát nem szakadtunk el egymástól. A 3. évezred elvárásai szerinti működő múzeumot kellett kialakítani. Nem túl sok kötöttség ez? Visszamenőleg én mindig azt gondolom, illetve azt tapasztaltam a saját munkám területén, hogy minél nehezebb egy tervezési feladat, és minél több kötöttség van, azok aztán későbbiekben az ember segítségére lesznek, hogyha én ezeket a kötöttségeket megértem. Végigjártuk a tengereket, Dániától, Szicíliáig, Portugáliától, Ausztriáig, otthon voltunk az európai építészetben, és hát azért ez borzalmasan segítette azt, hogy egy vidéki kis tervezőiroda, hogy mondjam, kvázi európai szinten tudott működni. Amikor az ember megy, a szeme az már egy videó, tehát lát, és lesz egy olyan dolog benne, amiből aztán kipattanhatnak megoldások, vagy amik nagyon közel állnak a fontoshoz, a lényegeshez. A szándék tényleg az volt, hogy egy olyan dolog alakuljon ki, ahol a gyerekek tudnak játszani, mert ők is a városnak a lakói, ők is a várost. Azt még hozzátenném ehhez a kráter dologhoz, hogy lehet egy olyan kis teret kialakítani, ahol megmarad az embernek a maga szférája, de azért együtt van másokkal. Tehát, hogy ez is a szándék volt. Miután kiderült, hogy azért múzeumot kell csinálni, és ezek a boltozatos terek őrült szépek voltak, de hát a múzeumban sok-sok minden kell. Az volt az ötlet, hogy amit most látunk, a régi várrész, az megmaradjon érintetlenül a belső tereivel, és mindazt a múzeum működéséhez szükséges helységeket, kiszolgálókat kitesszük a váron kívülre. A tervezéskor az egyik legszebb pillanat, amikor már a rajzasztalon is életre kell az épület, és ő diktálja, hogy hogyan fejezzük be, hogy ne csak a funkcióját töltse be az épület, hanem olyan kerek egész legyen, ami minden ember számára olvashatóvá válik.